Tegnap, hosszas találgatás után végre lehullott a leppel a 9. Lordról, és talán nagyobb meglepetés nem is lehetett volna, még akkor sem, ha esetleg maga szürke Gandalf lovagol át a szomszédos univerzumból. A mai videóban azonban nem csak róla lesz szó, hanem az egész játék alapkonfliktusáról, és így némileg a kampányról, multiplayerről is. Természetesen spoilerek nem lesznek a videóban, ha csak nem veszitek annak a sztorit elindító események leírását. Mert ahhoz, hogy bemutathassam az utolsó frakciót, először arról kell beszélnem kicsit, mi is történik a világban. Korábban említettem, hogy az egész történetet egy haldokló isten indítja el, és mostanra az is kiderült, kiről van szó. Ez nem más, mint Ursun, a négyfős Kislevi Pantheon egyik tagja, és itt jön képbe az új lord, az Isten Ölő, vagy Godslayer, hiszen nevéhez hűen ő az, aki halálosan megsebesíti Ursunt. Ő azonban még nem halt meg, legalábbis nem teljesen. Lelkét Belakor őrzi, és hát elképzelhető, hogy kínozza is. Belakor az első, és így a legerősebb démon herceg, míg a világ hajnalán ajánlotta lelkét a káosznak, most pedig jó eséllyel a Warhammer 3 főgonosza szerepében találkozhatunk vele, hiszen őt kell legyőznünk, hogy megszerezzük Ursun lelkét, és belátásunk szerint cselekedjünk vele. Belakor egyébként nagyon sokáig top befutónak tűnt a 9. Lord szerepére, azonban az, hogy végül máshogy alakultak a dolgok, nem feltétlenül jelenti, hogy végül le kell mondanunk róla. Kezeljétek helyén a pletykát, mint pletyka, de van rá esély, hogy kioltható frakcióként csak ott lesz a játékban, ahogy korábban ezt láthattuk már a Three Kingdoms esetében is. A kampány ennek megfelelően Ursun lelkért folyik majd, ehhez 4 káoszherceget kell majd lemészárolnunk, egyet-egyet az összes káoszbirodalomból. Arról is lehult a lepel, hogy miként jutunk majd oda. A világban véletlenszerűen nyílnak majd meg átjárók, amit bezárhatunk, ha legyőzzük az azt őrző sereget, használhatjuk teleportként egy másik portálhoz, vagy beléphetünk vele valamelyik káoszbirodalomba, hogy némi viszontagság után legyőzzük az adott isten hercegét, és ezzel közelebb kerüljünk Ursunhoz. Az istenek azonban a maguk módjai nehezítik majd a dolgunkat. Korn végtelen számú ellenséget dob majd ránk, amik ellen segít, ha megtaláljuk a földjén elszórt nagyhatalmú fegyvereket, még ha ezeket nem is vihetjük ki a másik dimenzióból. Zincs birodalma lebegő szigetekből áll, melyeket portálok kötnek össze, és az elszórt jelekből kell kitalálnunk, hogyan juthatunk tovább. Slaanesh különböző ajándékokkal próbál majd eltéríteni az utunkról, ezek durván OP bónuszokat, tárgyakat jelentenek a valós világban, de ha elfogadjuk, dolga végezetlenül kell elhagyni a dimenziót, és jó pár körön át nem is térhetünk vissza. Nörgöl uradalmában pedig folyamatosan morzsolódnak le az egységeink, amíg nem érünk el egy biztonságos pontot a térképen. Külön csavar az egészben, hogy a többi frakció is aktívan használja majd ezeket a portálokat, szóval van rá esély, hogy a Káosz Birodalmában futunk össze az esküdt ellenségünkkel, aki pontosan azért jött, amiért mi is. A kampány során azonban barátokra is szert fogunk tenni, és ezek a szövetségek fontosabbak lesznek, mint eddig valaha, a két új mechanikának köszönhetően. Az egyik az előörsök rendszere. Bármelyik provinciális fővárosban előörsöt építhetünk, ezzel elérhetővé válnak toborzásra a szövetségeseink egységei is. Minél jobb a viszonyunk, annál többfajta harcos közül válogathatunk, azonban egy seregben maximum 4 vendégmunkás lehet. A másik ehhez kapcsolódó újítás a szövetségi pontok rendszere. Ezeket automatikusan kapjuk minden szövetséges vagy hűbéres után, extrában, ha esetleg még segítjük is őket, és biztos több dologra is be tudjuk majd váltani, egyelőre egyről tudunk, de legalább az elég jó cucc. Megfelelő pontokért cserébe pár körig ugyanis átvehetjük az irányítást az adott frakció egyik serege felett. Lazán a kampányhoz kapcsolódik a multiplayer, ami nem egy, hanem egyenesen 3 térképen játszható ezúttal. Választhatjuk a story kampányt multiban is, de lesz 2 egyedi kampány is, mindkettő rövidebb és pörgősebb, mint a potenciálisan több száz körös nagy hadjárat. Az első, a Sötétség és Harmónia Cathay démon inváziójáról szól, itt a nagy kampányhoz hasonlóan 8 játékos feszülhet egymásnak, míg a legkompaktabbnak a Valami bűzni Kislevben ígérkezik, itt mindössze 3 versenykednek egymással Kislev irányításáért. Az izgalmas része ennek az, hogy papíron csak 2 irányítható jeges frakció van, ez a játékmód azonban 3 főre lett tervezve. A multizás élményét jelentősen javítja majd az új, szimultán lépések rendszere. Ahogy akár a Humankindban láthattuk, a játékosok egyszerre mozoghatnak a térképen, nem egymás után, ahogy eddig. És akkor egy nagyon hosszú kitérő után elérkeztünk végül az utolsó,
kilencedik, vagy ha úgy számoljuk, 11. lordhoz, ahogy pedig ígértem, ez elég nagy meglepetés lett. Egy teljesen új karaktert kaptunk, hogy vezesse az osztatlan káosz frakcióját. Ő az Istenölő, a nagyhatalmú káosz herceg, akinek a legkülönlegesebb képessége, vagy tulajdonsága az, hogy minden egyes porcikája személyre szabható. Nevet adhatunk neki, és minden egyes testrészét mi választhatjuk ki a feje búbjától a talpáig, ezek pedig más és más módon specializálják majd őt. Itt nem egy vagy két slotról kell beszélni, legalább egy tucat módon állíthatjuk be, hogy milyen istenséget szeretnénk, közelharci, távolsági, és vizuálisan is ezeknek megfelelően fog változni a kinézete. Ahogy haladunk előre a kampányban, a hódításainkat az egyes káosz isteneknek ajánlhatjuk, ezzel növelve velük a viszonyunkat, így pedig új egységeket és testrészeket oldhatunk ki. Az Istenölőnek nincsenek saját, külön egységei, de szabadon felhasználhatjuk bármelyik káosz isten katonáit, az erősebbekhez persze jó nagy rakás szívességre lesz szükségünk, míg a top tier harcosokat csak azután érjük el, hogy végül felesküdtünk valamelyikükre és megépítjük a neki dedikált templomot. Az biztos, hogy a Creative Assembly óriásit húzott ezzel a frakcióval, izgalmas lesz összerakni egy saját démon herceget. A végére maradt még egy kis apróság, a sokak által nagyon várt gépigény. Ennek elemzésére biztos, hogy nem én vagyok a legmegfelelőbb ember, de a kritikus pont jó eséllyel most mindenkinél a videókártya. A Warhammer 3 ilyen szempontból nem támaszt lehetetlen feltételeket, hiszen már akár egy GTX 900-ason is eldöcög, de azért a decens látványhoz elfogad egy 1660-ast. Persze nagyon fontos lesz az optimalizáltság is a nyers gépigény mellett, de erről majd úgyis csak megjelenéskor tudok beszámolni. És a végére még pár egyéb funkció, amire szintén most derült fény, most már ténylegesen nagyon-nagyon belemegyek abba, hogy egyes mi létező mörnikák hogyan változtak, meg hasonlóak, úgyhogy nagyon közel van a megjelenés. A Creative Assembly megnövelte például a karakterek szintjeit 50-re, azt nem tudni, hogy ez milyen hatással lesz majd a korábbi frakciókra, de jó eséllyel több infót tudunk meg majd róla, amikor eljön az ideje a nagy egyesített térkép kiadásának. Én ezt valamikor őszre tippelem, de hát ha kicsit hamarabb megtörténik. A fegyvereket, tárgyakat sokkal többféle módon használhatjuk, mint eddig. Két alacsony minőségű tárgyat összeolvasztva kaphatunk egy erősebb cuccot, illetve el is adhatjuk őket, ha nagyon pénzszűkébe kerülnénk. A fosztogató semleges seregeket megkérhetjük szépen, hogy takarodjanak a francba, ha erre nem hajlandóak, két kör múlva diplomáciai büntetés nélkül üzenhetünk nekik hadat. És végül a rajtaütéses csaták megkapják a Three Kingdomsban már látott menekülési zónát, tehát a védekező seregeknek nem muszáj nyerniük, elég, ha elérnek a térkép egyik sarkába, ahol viszonylag biztonságosan ki tudják menteni az egységeiket. Ez tehát a január 19-i bemutató legfontosabb info hegye egy helyen. Még tartozom nektek egy szlanes bemutatóval, illetve lehet, hogy jönnek még egyéb kontentek is, de nagyon közel van a megjelenés, úgyhogy kitartást! Sziasztok!